Mondja, Parti Gimi. Zapló 1971. Brad McLean, két próba, bebukta. 1961-es, Jenny Mark, két próba, bebukta. Peter Deal, nulla próba, bebukta. Vagyis egy nagy szar. Csak hogy van nálunk egy hagyomány, ami máshol nincs. A 10 próba. Évente egyszer az árobúj előtti éjszakán bárki próbára teheti magát. Alig akadt jelentkező, és aki mégis belevágott, az csak pár keménykedő pöcsfej volt, aki így akart menő lenni. Részemről szartam az egészre, mint minden más. Üdv a buli megnyitóján! Egészen mostanában. Rachel Buff, a 4 évvel ezelőtti Buff királynő, ma már sikeres modell, megtisztel minket jelenlétével. Biztos ti is láttátok már katalógusokban. A holnapi ünnepségen ő fogja átadni az emlékdíjakat. Az egyetemi ajánlóleveled. Ó, köszönöm, Mrs. Hale. Megírtam, hogy esélyes vagy a valediktóriára. Valediktória? Az meg micsoda? Latinul van. Azt jelenti teljes ösztöndíj, más szóval lehetőség arra, hogy megszabaduljak ebből a porfészekből. Bakker, elkések! Honnan? És most jöjjön az idei bankett házigazdája, a jelenlegi osztályelnök, a legendás Dan Plumpton. Ali, mi az ábra? Hagyjál! Először is csak annyit, hogy a vikingek lezúzzák az öreg diákokat! Bocsi. És most kezdődjön az öreg diák hétvége! Hahahaha!
Nagy totában veszek pólót. Az irodámban, Mr. Harper, most! El fogunk késni! Nem! Én már le is gáztam! Távozhat, Miss Strait! Nos, Mr. Harper. Igen, Mr. Fuchs. Beszélj szépen és üss keményen. Jól mondta ki a neve. Milyen kedves. Legyen Mr. Dux. Elég volt, Mr. Harper. Úgy vélem, aktív résztvevője volt a délutáni kihágásnak. Behívnám az édesanyját, ezúttal talán tudna rám időt szakítani. Csak tessék, ötödszörre sikerülhet. Édesapja számát sem találtam meg. Üdv a klubban. Élvezi, hogy tiszteletlen, igaz, Mr. Harper? Hogy? Nem figyeltem. Beszélni akartam veletek. Ti vagytok a suriászai. Hát... Hidd el, Bix. Ez nekem jobban fáj, mint neked. Miben segíthetünk, biztos úr? Nos, hétvégén lesz a Westfali záróbuli. De bizony már most a 10 próbáról csiripelnek a madarak. Nem tudok semmiről. És ti is, srácok? Nem, nem hallottunk semmiről. Akkor ezt meg is beszéltük, igaz? Ős idők óta nem volt jelentkező, az idén sem szeretném, ha valamelyik kis szarházi betartana nekem. Apám azt mesélte, hogy annó maga is megpróbálta, de úgy beszart, hogy végül el sem kezdte. Tényleg? Hát a te apád meg tangát hordott. Nyugalom, nem lesz gond. Remek, ajánlom is. Gyerünk be, Vince. Szép napot, Mr. Deal. Szarháziak. Ez a maga és a töketlen bandájának a műve, igaz? Igazán hízelgő, Mr. Fox, de ez profi munkának tűnik. Ismét feltűnt az IAB mozaik szó, Mr. Harper. Mondja meg, mi a jelentése? Itt a... Buli, csak tippelek. Sajnos az iskolaszék és én eltérő véleményen vagyunk a felfüggesztést illetően. Ők egyértelmű bizonyítékot követelnek, de mondok én magának valamit. Azt, akit kihágáson érek, csak sajnálni tudom. És én sajnálok mindenkit, akinek dolga akadt önnel, uram. Egyéb hozzáfűzni való, mielőtt távozik, Mr. Harper? Nem, nincs. További jó munkát. Beszélj szépen, és üss fenéken. Ali. Na, felfüggesztett? Há, még nem, de nagyon igyekszik az öreg. Figyelj, Zack, próbálok finoman fogalmazni. Kopj le az öcsémről, oké? Okay? Talán mimóza vagyok, de ez nem volt túl finom. Komolyan mondtam. Igen, én is. Az a helyzet, hogy... Ki tudja, miért, de felnézem. Álljon meg a menet. Nem én akartam példakép lenni. Én inkább lenézem azokat, akik felnéznek másokra. Neked minden csak poén? Neked semmi sem poén. Na, gyerünk már, gyerünk. Talán tiltja az etiket, hogy elmosoljon. Nem, én csak attól félek, hogy Kai bajba kerül. Én jövőre már nem leszek itt, akkor ki fog rá vigyázni? Senki. Békén hagyom a srácot. Csak... Ne keverd zűrbe, oké? Jó napot!
napot! Elnézést, de fogorvosi felmentésem van, tesi alól! Elnézést! Jól van, jövök már, jövök már, jövök már. Na, mit akarsz, fiacskám? Basszus! Mi a francot vacsorázott? Talán döglött macskát? Inkább megyek tesire. Az öreg diák hétvége rendezvénysorozat főtámogatója a Kabala Kobold Autószalon. A lejmegbízható társ, az igényes használt autó beszerzésében. Jó reggelt meg! Nagyon csini vagy. Ó, talán Szabin van a csajod. Mégis mit tud rólam, Jen? Úgy tűnik nem sokat, igaz? Azt tuti. Tudod, ezt inni szokták. Bakker, a doki az agyamat is szétfúrta. Kaptál gyógyszert? Igen, de nem vehetem be. Nem érem el a felügyelőtisztem, és emiatt nem akarok súlyosbítást. Már ötödik napja. Gondolod, hogy öt nap után elévülne? Azt hiszem. Orvostól kaptad. Gyógyszer, vedd be. Na. Egyet. Egyet. 6 óránként adok egyet. Sír. Hey, Cummings! Hogy tetszik az új meló? A plusz pénzben jön. Még mindig szar az öntöző? Igen. Kicsi a nyomás. Csak forró levegő jön. Lenyűgöző. Figyelj csak! Úgy hallom, gyors vagy. 4,9? 4,7. 4,7? Nem semmi! Borítsunk fájtlat a múltra. Egy ilyen gyors ember kell a csapatnak. Lehetnél elkapó vagy ilyesmi. Na, mit szólsz hozzá? Talán. Remek. Akkor fuss egy kört. Mérjük az időt. Igen, most azonnal. Oké. Na, kész vagy? Kész? Rajt! Oké, emberek, ne sajnáljátok tőle. Ez király. Ez nagyon jó lesz. Azt nézd. Ez az, itt a bajnak. Vele tarolna a csapat. Elképesztő. Tényleg? Igen, ember, őben, Frankon, te kell lesz neki. Király vagy. Csak segítettünk. Megmutattuk, hogy kell öntözni. Bocs, ha meleg volt, mint a húgy. Hey! Mi történt? Lóton, akkor egy fasz. Beszéljek vele? Ne. Majd én elintézem, oké? Okay? Ja, hagyjad, hogy basztasson hát, ha beleúl. Jobbat tudok. Mi? Úgy hallottam, 10 feladat van, és mind egyre nehezebb. Állítólag egyszer egy elsős is nekivágott, és ráment a fél töke. Az elsősök amúgy is töketlenek. Kösz. A végzős osztályelnöknél van egy spéci kulcs ahhoz a szekrényhez, amiben a feladatokat őrzik. Tényleg? Tuti biszti. Azt hallottam, akár bele is hallhatsz. Ez király. Vágott, 15 évvel ezelőtt. Egy arc megcsinálta. Focista fasírt, bál király volt a csávó. A neve Duncan Rhyme. Duncan Rhyme. Duncan Rhyme. Duncan Rhyme. Ja, úgy tudom, meghalt. Nem halt meg, ti sügérek. Eltűnt a csávó. Báááá. Azóta se lettek a nagy fehér seggét. Vágjátok, hogy mafiás lett. Ja, ez királyság. Király. A mafia vágott. Mi ez a béna szöveg? Király lenne ember. Vágod, hogy mondom, hogy... Hogyha most valaki jelentkezne a próbákra, az örök hírnevet szerezne az osztálynak. Mm. Akkor vállald be, te Bix. Én? Hé, Lawton! Mi a baj, Cummings? Szomjas maradtál?
Oh-oh. Ez se Solzé. Azt hiszed, te vagy itt a nagy arc? Akkor miért nem te mész a 10 próbára? Mert én nem vagyok agyatlan nagy arc. Vagy inkább azért, mert beszari vagy. Én viszont nem. Megcsinálom a 10 próbát. Jó ég! Rendben, kis ember. Viszlát este. Most mi lesz? Most mi lesz? Zek! Ali! Ali! Figyú, állítsd le Kájt, még baja esik. Ő az a Kájl, akitől jobb, ha távol tartom magad? Igen, de talán rád hallgat. Nagyon elszántnak tűnt. Szerinted hagynom kéne? Azt nem mondtam. Zek! Már csak te segíthetsz az öcsémet. Mégis mit vársz tőle? Várj meg! A srác már így is szerencsés, hogy te itt vagy és vigyázol. Kai börtönbe kerül, vagy kicsapják. Igen, tényleg nagyon jól járt velem. Az ideje, hogy valaki elkapja a tököket. Úgy tűnik, betolt a kis pöcs. Vagy talán csak eltévedt. Hé, fiúk! Nézzétek! Ostobaság, Kai! Kérlek, lépj vissza! De így is, úgy is rám száll. De Kai! Ne szólj bele! Hé, Lawton! Kezdhetjük! Kai! Én csinálom. Bocs, de már bevállaltam. Tévedés, ő elsős, én végzős. Enyém az elsőség. Igaza van, de ha végzős jelentkezik, tudom, akkor... mi a szabály! A 10 próba kell. A tiéd. Kezdheted is. Élvezettel nézem végig a bukásodat. Hozom az elsőt, te meg addig kapd össze magad. Harper, bevállaltad. Zek, mit művelsz? Totál beégetsz. Másnak is jár a móka. Ez meg mi volt? Nem te akartad, hogy Kyle visszalépj? De csak így meg te szúrod el az életedet. Kedves, hogy így aggódsz. Ez az egész 10 próba olyan gáz. Akkor nem halóton leszáll az öcsédről. De hát miért utálja Kájt annyira? Most csak hülyéskedsz, ugye? Te vagy az egyetlen lány a suliban, akit Lawton nem tud befűzni. Kájlon csak bosszút áll. Te csak... lit hozzá. Próba! 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 Oké. Jól van, Harper, tudod a szabályt. Csak akkor kezdhetsz új próbát, ha kész az előző. Tudod, mi ezt úgy hívjuk, hogy sorrend. Ha teljesítetted a próbát, ami ugye kizárt, akkor visszajössz, és új borítékot kapsz. A szabályok szerint holnap reggel 9-ig a hivatalos ünnepség kezdetéig kell végezned. Vagyis maradt 12 órád. Oké, vágjunk bele!
Az első nagyon lájtos. Vigyál meg egy sört úgy, hogy egy zsaru is lássa. Meg tudja csinálni. Kíváncsi vagyok, ezt nem vagyok. Úgy látom, Dil csak rád vár. Látnia kell, hogy megiszod. Vagyis végig kell néznie, ahogy iszod. Vagyis miközben iszol, azt kell... Oké, vettem, Willi. Mit csinálsz? A szabály nem írja elő, miből igyek. Lényeg, hogy sör. Igaza van. Tessék a tiéd. Csirió pöcsfej. Nagyon jó estét, Mr. Dill. Harper? Mi a franc vagyik odakint? Csak a szokásos péntek este. Dögumal. Gondolom az egésznek semmi köze a 10 próbához. Ma éjjel bevinszel, rajtatok tartjuk a szemünket, Fili. Iszik valamit, biztos úr? Egy olyan kávé. Ez aztán az erős kávé. Nos, jó ét, biztos urak. Jó tudni, hogy maguknak hála, nyugodtan aludhatok. Szarázi. Csak ennyire futja. Második próba. Ütnöd a legkeményebb arcot. Szóval nekem kell eldönteni, ki fog szarrá verni. Ne félj, nem én leszek az. Micsoda csalódás. Tudom. De mit szólnál J.D. Riplakhoz? Ismered, nem? Izomagyú állat. Igazi pszichopata fasz. Egy évet kapott, mert szivacssal törölte a lábát. Hé! Hey, jó gyulgat, szivacs! És nyugodj békében! Riplok egy olyan... Sziapata! Az egy állat! Bobidi! Igen, uram! Hé, az a díj az mit jelent, ha? Hát, nevemet, De Sanchez. Nem, egyelőre legyen csak Darko. Ahhoz, hogy ne véglegesítsük, csak segítened kell egy kicsit. Tudjátok, hogy Harper bevállalta a 10 próbát? Hm? Igen. És ehhez kötődik egy másik szép hagyományunk. Fullos szolidaritás buri egy elsősnél. Vicces remek. Bobby Darko? Ha jól tudom, a szüleid elutaztak. Hát, igen, de azt mondták, hogy csak tanulni hívhatok át valakit, szóval én... Ja, nem hazudik, én is ezt hallottam. Ez érthető. És mi csak tanulni fogunk. Számtant, algebrát, biológiát. Akkor jó. De, értem. Gratulálok, Bobby. Akkor jó. Kösz. Van, eh?
legalább már tudom, milyen ízed van. Most elhúzott egy szuperkocsival. Azonnal vigyétek vissza! Hé, ti meg hova? Fazer, megvan a második próba! Tökös gyerek vagy, Harper? Elismerem, de úgy tűnik szükséged is lesz rá a harmadik próbához. Mi van? Eddig ez a legjobb. A helyedben sietnék. A bolt 20 perc múlva bezár. Hello, Mix! Nyomjad, haver! Mi a harmadik próba? Otba kell mennie. Vettem, jó. Nem láttatok Harpert? Adnék neki valamit. Tényleg ezt kell csinálnia? Ez olyan, mint a borító. Annyira? Emberek! Léci, óvatosabban! Sok itt a törékeny szúcs. Egyen már is kevesebb. Semmi gáz. Megöllek! Most van gáz. Istenem! Jaj! Jaj, Istenem! Ha kicsináltam Harper, te következel! Élvezkedj csak! Az életed utolsó dugása! Apuci, és mire végez veled, olyan lesz a senked, mint egy széta! Mint egy széta! Azt hittem, már nincs új a nap alatt. De arról még csak nem is álmodtam, hogy valaki újra bevállalja a 10 próbát. Azért csináltad ezt, igaz? Ahogy mondja, uram. Csak így tovább! Teljes kiürlésű, igaz? Igaz? Igaz. Hé, várjon! Rosszat adtam. Ez a friss kenyér. Ez már szikka. Elazgultból, Harper.
Hé, Mr. Fuchs! Most már biztos szép esti lesz. Szóval, van egyszer gyors hajtás, a lejárt műszaki, meg hogy röhel le Marussia pofád. Fiam, a további részleteket az őrsön beszéljük meg. Már nem is vagy olyan nagy legény, igaz-e? Hé, tenni? Vedd le a lábad, le a lábakkal! Közi! Ezek drága cuccok! Csak óvatosan! Bocs, ha meg... Nem tesz semmit! Hol nekem visszanézünk? Várunk már, kivette meg azt a spéci kenyeret? Úriember ilyesmiről nem beszél. Elég a dumából. A kisbarátunknak még dolga. A negyedik. El kell vinned a Kabala Kobold autótelep óriás lufiát egészen a sportpályáig. És legyen fel. Dörrolod a vízden, pedig én nyomom a szarmelót. Nem sízzatok. Vége az életemnek. Nem. Azért szakítok, Brian, mert nincs vér a pucádban. Tudod ki a tökös gyerek? Az, akinek a nevét sem tudom, de ilyen bulia van. Allison, hát hallom, hogy szakítottál Brian-nel. Jól tetted, nem érdemelnek téged. Bri, most már elég lesz. Bocs. Haver, te is hallottad? Menj már, gyerünk! Kancellári kinevezését követően Adolf Hitler még megszállottabban akarta a hatalmat. Sem Isten, sem ember nem állhatott az útjába. Ajánlom figyelmedbe az iskola széket, barátom. Azt hitted, menni fog? Neked otthon lenne a helyed. Nekem a 10 próbát kéne csinálnom, de egy kivagyi végzős félreállított. Tudod mit, Kyle? Nincs semmi gond. Ja. Azt látom. Miért? A düroham nem segít. Igen? Van jobb ötleted? Talán igen. Így kell ezt csinálni.
Ti milyen király ez a buli? Megnyitjuk a csapot, de víz helyett csak meleg levegő jön, ami felfújja a koboldot, és az felemelkedik. Vagy nem? Mivel nincs választásom, tetszik. Mennyi időt kapott a kis pöcs? Nem tudom. Mondjuk azt, hogy... Menj. Figyelem, emberek! Figyeljetek, van egy újabb vesztesünk! Elismerem, hogy osztályelnökként igyekeztem király hétvégével feldobni a hangulatot. Ám sajnálatos módon Harper elkúrta, de... Tudod, én a helyedben egy darabig nem szólnok, mennék. Tényleg? Egyszer Harper is csak kifogy a szerencséből. Most már hazamész? Igen. Jól van, elcsesztem volna, ha nem segítesz. Én is. Tudtam, hogy itt talállak. Gyerünk, szállj be! De segítettem Zacknek! Nézd, ott lebeg a kobold! Még csak most jött. Aha, és most hazamegy. Csak segített, ne légy dühös. Nem vagyok. Mindig azt hittem, hogy te más vagy. Okosabb vagy, mint Lóton. És a macsó bandája, hogy magadon kívül másokkal is törődsz. Tedd, amit jónak látsz. Csak vigyázz magadra. Hogy tovább tartott, aggódtatos látsz. Én igen. Egy kicsit. Még a próba felé se vagy túl. Ne ezt az agyat, Harper. Te vagy a főnök. Egy. Sziasztes! Ezt hittem bulizol. Hát kéne a gyógyszer, letelt a ható. Még csak kettő. Mindegy. A buliban csak vedelnek, amit én nem tehetek, hogy tiszta akarok. Mit szólnál a hullarabláshoz? Király! Lopni kell egy hullát és ott hagyni a suli közepén! Üdv, Mr. Rásdél! Mi újság a vadőrlakban? Meg vagyok, Hozé. Veled mi van? Én Ryan vagyok, uram. A szokásosat kéri? Honnan tudod, mi nekem a szokásos? Mert minden este műszak előtt beugrik ide. Te csak ne okoskodj, Louise. Az öreg diák hétvége, a 10 próba ideje. Uram? Egyszer már megszivattak, évekkel ezelőtt. Hirdesd az igét. Mondd meg a haverjaidnak, hogyha csak eszükbe jut, a szó, hogy 10 próba, Viklász D. megtalálja őket. Akkor a szokásosabb? Hogy belecsulálsz. Azt tetszene, igaz, Miguel? Nagyon is, uram. Egy
Newton Imperial. Olyan könnyen feltöröm, mint a kemény tojás. A tojásodat is ilyen hangosan törögeted? Az orvosi rendelőkön is ilyen zár van. Nem, nem, mintha valaha is betörtem volna, hogy lenyúljam a gyógyszereket. Erre még csak nem is gondoltam. Evelyn Eastbrook. Szerető feleség, édesanya és nagymama. Temetés csütörtökön. Ne. Az ki? Jerry Noblack, közös barátunk, a virágra szánt összeget az atlétika klubnak adományozta. Jó fej. Hát ez? John Doe, hajléktalan, nincs hozzátartozó. Temetés nincs kitűzve. Nincs senki. Most már van. Szóval ezért szerveztem ezt az egész nagy bulit. A 10 próbáért minden. Hey, srácok, minden oké? Okay? Friendly check, yeah! És aztán mondom az ősöknek, lehet kocka? Mérföld, az nem 38 mérföld. Elnézést kérek, biztos úr. Ki a franc az ott hátul? Csak Stash, meg a bácsikája. Nehéz éjszakája volt. Ne bassz. Dillőrmester, csak szeretném hazavinni az öreget. Tényleg hulla a részeg. Azt látom. Rendben. Most az egyszer még elengedlek. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Ja, és még valami. Harper, ugye tudod, hogy a kocsit műszakija hamarosan Mia? Úgy látom, hogy sokkal súlyosabb problémák vannak. Mire céloz? Na húzzatok a picsába! Hogy itt milyen szennyes alakok jelent. Na, ez milyen királyság. Fentünk az emeletre. Nem. Soha. De a hálószobák nem odafent vannak. De persze. Hozzál még egy italt? Ó, hát persze! Na, hogy megy? Hihetetlen! Lehet, hogy holnap meghalok, de már férfit. Olyan tökös! Hová lett? Hat! Már nem poénkodunk annyit, mint az elején, ugye? De? Csak csináld a kis próbádat. Hozd el egy bálkirálynő melltartóját, aláírva. Hey, Jen! Oh, ez nem. Hey,
Amy itthon van? Te meg ki a fasz vagy? Zack Harper, és ön az apukája? Ne, én a bátyuskája vagyok. Világos. Amy itthon van? Csak az egyik melltartója kéne. Persze csak kölcsönbe. Tudod mit, öcsi? Gyere vissza holnap fényes nappal, oké? Okay? Oké. Okay. Hogy mikor szarrá verlek? Jobban lássalak! Oké. Halló? Halló, Mrs. Moskowitz. Itt Zack Harper. Lea volt iskolatársa, ő 2 éve végzett. Ó, igen, Zack, persze. Minden rendben, kedvesem. Mi van veled? Hát, lehet, hogy kicsit furcsa lesz, amit mondok. Beugranék, hogy kölcsönkérjem Lea egyik melltartóját. Ó. Oh. Halló? Igen? Jennifer, szia! Itt Zack Harper. Zack, későre jár. Lehet, hogy kicsit furcsa lesz, amit mondok, de kéne az egyik mell. Ki volt az? Igen? Szóval bár királynőt keresed? Ki beszél? Valaki, aki látni szeretné, ahogy lezúzod Lawtont. Valaki, aki tudja, hol találod, akit keresel. Hallgatlak. Vicky Crabb. 5 éve volt bál királynő. A belvárosban az Excelsior szállodában szemben a Grandview 47. szám alatt van lakása. Most épp otthon van. Grandview, vett. Grandview 47. A luxus ingatlanok építés alatt állnak. Fáradt voltam és ideges. 5 próba letudva, 5 még hátra van, és úgy tűnt az éjszaka soha nem ér véget. Tudjátok, az a furcsa, hogy a legjobb ötleteket a legnagyobb kétségbeesés szül. Nekem pedig kétségbeesetten kellett húgyozni. Micsoda szerencse, hogy épp szemben volt az Excelsior. Használhatnám a mosdót? Csak vendégek számára. Jó, akkor kérek egy sört. Talán majd pár évvel később. Akkor egy kólát. 6.50. Most már vendég vagyok. A mosdót jobbra találja, uram. Eljönnek, persze. Szóval, hogy hívják? Mi? Ki az a lány, aki miatt így lógatod az orrot? Hogy hívják? Miért érdekel? Ki készültél? Mit művelt veled a csaj? Nézd, ez nem valami nőügy, oké? Jó, de csak egy kicsit. Na jó, legyen nőügy, úgy 80%. Na ugye? Akkor röviden. Most épp van egy... ügyet. Legtöbbször az öccsét próbálom megvédeni. Ez őrügy, hogy láthassam, és tudod, csodás lány. Szép, okos, nem fekszik le fűvel fával, mint a többi. Én szerintem nem is sejti, hogy te így érzel. Hé, úgy kell neki. Te most próbálsz... felszedni? Nem. Vagy igen? Nem. Én csak kíváncsi vagyok az igazi okokra. A kibeszélés segít, tudtad? Semmi sem segít, ha csak nem voltál bál királynő a Westfalenben. Richard Buff uram, 99-es végzős, és a bál legragyogóbb csillaga. Most hülyéskedsz? Nem. Anyu ma is őrzi a koronám. Szóval mit tehetek, érted? Nos... Lehet, hogy furcsának tűnik, amit most mondok, de... Segítené kikapcsolni? Hát, persze. Persze. Nem gond. Ó, hideg a kezed. Bocsi. Ez hányadik feladat? A 6. 6? Aha. Ó, te jó hég, majdnem utolérted Duncan Rhyme-ot. Ügyes vagy.
Tessék. Te vagy a legjobb ember, akivel valaha találkoztam. Köszönöm. Van egy tollad? Megtaláltad már? Nem. Oké, keresd tovább. Oké. Hé, Ellison! Nem tudja, hogy ez az övé. Hát felvettem a mobillal. Hello, srácok! Rachel Buff vagyok. Ne maradjatok fel sokáig, és akkor találkozunk a holnapi bálon. Ajánlom, hogy gyertek. Hajrá, vikingek! Ó, oh, van még tovább is. Ezt beléd, Danny fiú! Nagy cucc. Itt van, fog. A bűvös hetedik. Nem fog összejönni, Harper. Eddig is ezt hajtogattad, de... Szemét disznók. Kurva életbe! Ellison! Már mindenütt kerestelek. Bocsi, Bobby, de pisilni kellett, és nagyon hosszú volt a sor. Nos, hol is tartottunk? Ott, hogy felmegyek az emeletre a legtökösebb sráccal. Hey, cicám! Látnod kellett volna, hogy betolt, mikor mondtam neki, hogy itt lesz a buli. Azt hittem, hogy összeszarja magát, igaz, Dáko? Dáko? Dáko! Hé, várj meg! Ellison! Kyle szobafogságban van. Kérlek, menj el. Figyelj meg, elkérhetném a kocsidat? Ez most komoly? Igen, Lotton gorillái kiszúrták a gumikat. Oh, wow, gorilláktól igazán eredeti ötlet. El kell jutnom a vadőrlakba. Ez a feladat? Zek? Meg az, hogy lenyúljam az erdész műlábát. Oh, oké, ha ilyen nemes ügyet szolgál. Ígérem meg, sértetlenül visszakapod. Nem. Nem adhatom oda a kocsit. Meg, már csak te segíthetsz, kérlek. Ez te smackos cucca. Rögtön jövök. Zek. Jó, már mondtad, tudom, hogy a szüleid bármikor megjöhetnek, és félsz, hogy Kyle megint lelép. Sietek, ahogy csak tudok. Nem, én csak szerencsét akartam kívánni. Oké, tudom, hogy néha túl komoly vagyok. Nekem tetszik. Baby, look at me, gonna be okay. Even though right now menned kell. Don't feel that way. Baby, we're both wrong. Baby, we're both right. Baby, it don't really Ez magánterület, fiam. És te nem tartottad tiszteletben. Magánlagsértés, betörés és lopás. Azt ajánlom, három dolgot emelj jó magasra, hogy lássam. A két kezed, meg a lábam. Ellenkező esetben Vikrasdél telepumpálja az antik virgácsát,
jófajta ollommal, a seggedet meg begyűjtöm trófeának. És most elszámolok 50-ig. 48, 49... Megmentettél. Igen, ráírsz megköszönni. Hazaviszlek. Nem, még 3 próba hátra van. Nem, figyelj, te csak vidd a kocsimat. Mi? Igen. Mintha nem is te lennél. Én se hiszem el, hogy levetkőztem Rázdélnek, de most menj. Menj. 2 kölyök lenyúlta a lábamat. Csak a lágy láttam. 5 viszont nagyon is jól megnéztem. Érti? Hogy érti, hogy milyen az arca? Más néztem! Dan, gondolom érdekel, mennyibe fáj 4 új gumi. Tessék a 8-as. Itt jön a 2-es számú próba, totál bekattanva. Az a műláb még jól jöhet. A francba. Ez most egy kicsit fájni fog. Hé, seggfej! Tűnés innen! Halli, öreg. Jól vagy, haver? Igen, köszönöm. Talán elgondolkodhatnál, megér ennyit a 10 próba. Na, hiszen most kezd izgi lenni. Kösz. Istenem! Ez hihetetlen! Persze, uram. Nagyon vigyázunk rá. A kulcsokhoz senki nem férhet. Magam kezeskedem róla, igen. Állandó felügyelet. Érezze jól magát. Köszönöm, uram. Kötelező, nem. De mondja meg, hogy erősen ajánlott. Nem örülne, ha én hívogatnám. Igen. Ez a tiéd, kölyök. Ha tip-top, akkor visszahozod. Aha. Igen, remek. Képe vigyorog rám, azt hittem ott rögtön meghalok. Hagyd már a banyavajgást és gyere fel velem. Hey, egy elsős lenyomja a végzőst. Ez nagyon dögös. Kai, te még fent vagy? Mi folyik itt? Most eljössz, Kyle. Csak apróban játszunk. Egy kedves kis játékot, most még. Kicsoda maga? Az utolsó ember a földön, akivel ki akarna cseszni. Erre a barátja lenyúlja a Ferrari-mat.
A hülyéje ott hagyta a klubnál a maga tragacsát. Egy emberem leellenőrizte a rendszámokat, és íme. Nézze, Kájnak ehhez semmi köze, oké? Nagyon is van köze. Ugyanis ha sürgősen nem kapom vissza az autómat, én és a kisöcsi emelünk a téten. Össze azt az ócska guruló plédobozt. Gondolom meglep, hogy viszont látsz. Azt hitted, ha megveredsz, feladom. Micsoda? Hogy mit csinál? Csak be akartak dobni az oroszlánok közé. Ez hazugság, de ugye az? Most már úgyis mindegy. Ugyanis azt hittem, feladta, és kidobtam az utolsó két borítékot. Akkor szerencse, hogy én megtaláltam. Mi van benne? Találd meg Duncan Rhyme-ot. Igen, ezt írja. Kizárt, hogy ez igazi próba. Nem én találtam ki, Harper. Én csak szimplán örülök, hogy végre nagyon rászoptál. Kemény dió, Harper. Vérzik érted a szívem, ahogy belegondolok, mi járhat a fejedben. Hogy találjak meg egy pasast, aki már nem is létezik? Erre keresd. Én vagyok Duncan Rhyme. Mi? Kicsit régi a kép, de én vagyok az. Ezt nem veszem be. Mi történt? Hosszú történet. Még a suliban kezdődött, mikor végzős voltam. Látnotok kellett volna. Enyém volt a legjobb kocsi. A legjobb csaj. De én olyasmit akartam, ami még senkinek sem sikerült. Fullos listát. Megcsináltad mind a 10-et? Nem, az én időmben csak 8 próba volt. A szabályok szerint, aki teljesíti őket, felkerül a listára. Miért? Nincs ok. Sem cél. De ezt csak akkor fogtam fel, mikor kiléptem a való világba. Akkor rájöttem, milyen szánalmas alak voltam kamasz éveimben. Ostoba játékokat játszottam, amikről azt mondtam, menő. Saját szabályok nélkül örökvesztes maradsz. Még akkor is, ha azt hiszed, győztél. Mire jó ez az egész? Kérem az utolsó próbát. Ez csak időpocsékolás, és te csak egy nagy nulla vagy. Mehet. Próba miatt. Az nem bűn. Igen? Na és a kocsilopás? A srác nem lopott semmit. A jelentésem szerint igen. Én meg szarok a jelentésére, világos? Az én kocsim és kölcsön adtam. Ugye jól hiszem, hogy ezzel az ügy le van zárva. Mr. Scarlo. Oh, jó estét, uram. Azt hiszem, az információcsere közös érdekünk. Továbbá közös érdekünk, hogy elengedje a srácot, én pedig mehessek a dolgomra, nem de? Nos, igen, lehet. Én csak... Viszlát, Mr. Deal! Do! Viszlát, Dildo! Viszlát, Dildo!
Tűnés haza! Te maradsz, kisinas. Beszélgetünk. Ne aggódjon, a barátjának nem lesz baj. Nem a barátom. Kis híja megölette az öcsémet. Mi? Igen, nem sokon múlott. Na, menjünk. Egyedül vagy. Nem vagyok. Itt a nagy Bobby! Ketten? 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 Igen, köszönöm. Skera, megjöttek a szülei. Kettő. A szülei? Én már itt sem vagyok. Kezdhetjük! Ja, azt látom. De nem velem. Gyere gyorsan, siess! Mindenki kifelé! Gyerünk, tűnés! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Szegítek a lábatokra! Ez az! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mi folyik itt? Hogy kerültek ezek ide? Van anyag a biztosítónak. Kárrendezéshez jól jöhet. Mi van itt? Robert! Mégis mit keresel a házunkban? Üdv, Mr. és Mrs. Seaver! Én éppen indulni akartam, úgyhogy... Már is hívom a szüleit. Kösz, Millie. Tudod, én a te korodban sok kocsit elkötöttem, de a parkolós ötleted nekem is úgy. Főleg, ha nem hajtott egy másikat. Első nap. Szóval az egészet csak azért csináltad, hogy az a kispöcs leszálljon a lány öccséről. Egyébként érthető, hogy tetszik a lány. Mi benyomást tettél rám? Mennyi vagy? 17? 18. Ennyi idősen én már háromszor öltem. Törvényesen, Vietnámban. Jelentkeztem, hogy itt hagyjam apámat. Nagy seggfej volt az öreg, de egy valamit megtanultam tőle. Hogy nincs szükségem rá, és ezt nagyon fontos tudni, mert ha másoktól függsz, csalódni fogsz. Ezért kell egyedül küzdeni, ahogy te is tegnap éjjel. Eszembe jutott, hogy milyen volt 20 évesen a dzsungelben. Mit tett? Volt egy őrmesterünk, aki hősi halottnak szánt minket, ezért... hazaküldtem. Hogy? Szarrá vertem. Remélem fontos, anyu úgy tudja, otthon vagyok. Jó, majd adok igazolást. Szedjék azt a koboldot! Tüntessék el a focipályáról! Hol vannak a karbantartók? Miféle hulláról beszél? Megint az a rohadt IAB. Tessék, Zekeri! Itt a névjegyem. Ha valaha bajba kerülsz, csak hívd ezt a számot. Zek! Nézd, Zekeri! A pösvej kis barátnője. De Riplokra bízta a tizedik próbát. És? És tönkreteszi a hivatalos ünnepséget. Ez a tizedik próba. Hát ez már nem az én bajom. De rád fogják kenni, a zsaruk tudják, hogy 9-et te csináltál meg. Honnan tudjam, hogy nem a barátot küldött ide? Mert szakítottam Dennel. Nézd, Riplok azt mondta, telepakolja a színpadot petárdákkal, hogy a frászt hozza mindenki. Várom, megijednek, hát aztán. Ezek M80-asok, Zek. Könnyen robbannak, kitör a pánik.
És meg ott ül a színpadon a díszvendégek között, vagy elfelejtetted? Mennyi az idő? 8:30. 9-kor kezdődik. Hol vannak? A focipályán, a suliban. Induljunk. Ez szoros lesz. Védd az enyémet. Tű, biztos? Csak ellopni buli, ha odaadom, már nem kell. És maga? Van egy kis dolgom, indulj. Ki az ügyeletes? Megnézem, hol van Zack. Okay. Köszönöm, hogy ide fáradt, Miss Cummings. Kezdődjön a műsor. Hangszert szegez, kész, szere indul! Hallisztás, nem láttad Zacket? Hey, én is őt keresem. Nála van a gyógyszer. Hey, barátom! Mit nem értett abból, hogy 30 mérföld? Törés! Gyere! Felrobbant a kocsi, a ember! Anyu? Igen. Felrobbant a kocsim. Nem tudom. Nem, ne kiabálj velem! Harper, mi a francesz? Királyság. És Mr. Fuchs? Itt aztán baszhatod. Iabi, itt aztán baszhatod. Most már tudja, mit jelent. Paul, mondd, hogy felvetted. Vettem. Az IAB mindent lát. Ezzel berobbanak a filmvilágba, olyan király. Király. Nos, Zachary, szép munka volt, nem? De igen. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most menni kell. Hé, kölyök! Ez a tiéd, ha tip-top visszahozod. Két év alatt minden bárkirálynő megvolt. Idén is így lesz.
David, vagy az neki. Igen, igen, a Westfall-i középiskolában robbanás történt. A sportpályánál. Elnézést, de... Maga, őrmester? Hát emlékszik. Ez igazán jól esik. Maga? Haragszol még rám? És a kérdésre, hogy végül is megérte, a válasz egyértelmű. Magyar hangok. Molnár Levente, Ambas Dániel, Előd Botond, Molnár Ilona, Rosta Sándor, Tóth Roland, Fódi Gergő, Fésüt Bea. Magyar szöveg Radics Boglárka. Vágó Müller Kálmán. Hangmérnök Csaba Tamás. Gyártásvezető Csorba Éva. Szinkronrendező Győrvár Judit. A Szinkron a West Hollywood Kft. Megbízásából a Szinkron stúdióban készült 2006-ban. Producer Csaba László. Az 5.1-es hangot a Szinkron stúdió készítette. Forgalmazza a West Hollywood Kft. Myself. I almost wrote a song about you today, but I tore it all up.